Sziasztok! A következő előadásunkhoz érkeztünk. Ugye, akik sokat animéznek, azoknak már nem annyira idegen fogalom a yokai, de hogy akik mondjuk esetleg nem pontosan tudják, hogy miről van szó, illetve szeretik a Ghibli filmeket, azoknak a következő előadás az pont jól fog jönni. Ugyanis Ballagó Petra a Ghibli filmekben található folklór elemek világába kalauzol el, különösen a yokaiok, azaz a különlegesen furcsa, rémisztő lények világába. A Ghibli alkotások bővelkednek yokaikban, nem véletlenül, hiszen mi az, aki Hayao szívesen választja a régi idők japán természet feletti lényeit a filmjeiben. Fogadjátok sok szeretettel! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött itt a mai előadásra. Ballagó Petra vagyok, akik részvevői a Japán Tradíciók és Kultúra Facebook csoportnak, illetve a japán érdekességeknek. Azok biztos találkoztak már a nevemmel, én vagyok az a Csajci, akit folyamatosan érdekes témákba, japán kultúrával kapcsolatos témákba posztolgat, illetve hát az írások egy része az én kutatómunkámnak a gyümölcsei. És a mai előadás anyaga az pedig a japán folklór elemei a Ghibli filmekben. És akkor nézzük is az előadást. Ez nem működik. Jó, tehát akkor először is nézzük, hogy mi az a yokai. Én utána néztem, szó szerinti fordításban annyit tesz, hogy furcsa lény, vagy entitás. A Sintó vallás szerint a minket körülvelő világban számtalan különös természet feletti úgynevezett szellemlény él. Ezeket kettő csoportra tudjuk bontani, vannak az úgymond kamik, és vannak a yokaiok. A kamik azok ilyen magasabb rendű szellemlények, őket igazából úgy fordítanánk magyarra, hogy istenségek, míg a yokaiok azok ilyen alacsonyabb rendű szellemlények. Ezek az utóbbiak általában nem kedvesek, az emberrel szemben rossz indulatúak, de vannak, akik ártalmatlanok, és hogyha kedvük tartja, akkor akár az ember segítségére is siethetnek. Varázserejük van, a legtöbben például tudnak alakváltani, de egyéb trükköket is ismernek, amivel van, hogy a népmesékben találkozhatunk velük, és megtréfálják az embereket. Na, és akkor nézzük, hogy a Ghibli filmekben mely yokaiok találhatóak meg. Az első, amit én kiválasztottam, ez a Totoro nevű Ghibli film, amiből biztos emlékeztek rá, ez a híres cicabusz. Na, hát utána néztünk, hogy mi is ez a yokai, ami ebbe szerepel. Ő pedig a Bakeneko névre hallgat, és ő egy szörny macska. Ugye, mint tudjuk, hogy a japánok a macskák iránti imádata biztosan ismert mindenkinek. A Bakeneko alakja egy japán folklórban gyakran előforduló yokai. Ez egy alakváltó szörny. Eléggé sokoldalú. Eredetileg ugye nyilván nem macskabuszként jelenik meg a japán folklórban. Viszont az Edo-korban megfigyelték, hogy a macskák lámpásokat nyalogatnak, és ezt rossz ómennek tartották. Tehát ezért úgy gondolták, hogy itt valami nem stimmel, valami természetfeletti dologgal állunk szembe. Viszont a dolog mögött valójában az állt, hogy akkoriban halolajjal kenték be a lámpásokat, tehát teljesen természetes, hogy a macska a halolajat elkezdte nyalogatni. Aztán az is kialakult ugye a macskákról egy kép, hogy képes alakot váltani, és emberi mozdulatokat tenni. Biztos, akinek van cicája, tudja, hogy néha olyan furán viselkednek a macskák. És azt mondták a régi Japánban, az Edo korszakban, hogy képesek beszélni, vagy akár a holtakat és más állatokat is irányítani.
Van egy olyan hiedelem Japánban, hogyha egy macskát sokáig tartanak egy házban, aki eléri a 12 éves kort, akkor a macska szellem, az, amitán elpusztul a macska, gyakorlatilag egy macska szörnyé, azaz bakenekóvá változik. Ezek a szellemek lehetnek jó indulatúak is, de ugyanúgy rossz indulatúak is. És akár bosszút állhatnak a gazdájukon, hogyha azok nem jól viselték gondjukat. Aztán a következő jókáj, őt biztosan ismeritek, a Chihiro Szellem országból című animéből. Ő pedig ugye Yamauba, a boszorkány, a hegyi boszorkány. Jubaban egyébként a karakter az animében, és ennek is utána jártunk. Hát ő a tipikus japán mesék boszorkánya, a hegyi boszorkány, az idős néni, aki egyedül él a hegyekbe, és akkor az arra járó zarándokokat, azokat megtámadja, illetve megeszi. Itt a Jancsi és Juliskában. Azt írják, hogy a Yamauba, tehát a jókáj, egyedül ez az útmélli kunyhókba, ahol időnként menedéket, ételt és alvóhelyet kíván a fáradt utazóknak. Késő este, amikor a vendégeik mélyen alszanak, Yamauba átváltozik igazi alakjává, egy csúnya öreg démoni boszorkánnyá. Így felfedve megpróbálják elkapni és megenni vendégeit, és gyakran erős mágiát használna. Azt mondják, hogy ez a fajta boszorkány akkor jön létre, ez a démon, amikor bűnökkel vagy gonosz tettekkel vádoltak meg fiatal nőket, akik a vadonba menekültek. Tehát ugye megegyezik az európai kultúrkörben is a klasszikus boszorkányüldözés áldozataival. Tehát valaki valamiért nem tetszett a közösségnek, akkor elüldözték, és akkor megbélyegezték őt, mint boszorkány. Azt is mondják, hogy volt egy időszak, amikor ugye éhínség volt Japánban, és akkor az újszülötteket, illetve az időseket a család kiválasztotta, hogy megszabaduljanak tőle, annál is kevesebb száját kellett ugye etetni. És ezek az öreg asszonyok aztán dühükből, meg kétségbeesésükből szörnyűteggé változtak. Tehát végül is klasszikus tündérmesei elemekről beszélünk a japán kultúrában is. Ugyanakkor, mint tudjuk, a Chihiro Szellemországba Yubama nagyon is erősen hozza ezt a védelmező anya szerepét, tehát mindent megtenne az óriás csecsemőért, aki ott a fürdőházban van. És én utána jártam annak is, hogy igen, Yamaubának van egy ilyen tulajdonsága is, hogy ő nagyon jó anya. Tehát a gyerekért bármit megtenne, és ugye mi az, aki is ezt a vonást ültette leginkább Yubama karakterébe. És akkor szerintem őt mindenki ismeri. Ő Mizuchi, a Chihiro Szellemország híres sárkánya. Ő a folyó istene, Haku. Róla azt érdemes tudni, hogy ugye hosszúkás kígyótesttel rendelkezik, ez itt a képen is látszódik. Mérete általában valamivel kisebb, mint az általános sárkányokról elfogadott kép, mert hogy a kisebb patakokban is megtalálható. Sokan ezért ugye Japánban, főleg a vidéki régiókban, a mostani földművesek is nagyon félnek a vízisiklótól és egyéb kisebb kígyóktól, mert meg vannak győződve, hogy ez biztos egy Mizuchi lehet. Ugyanis a Mizuchi nem egy jó indulatú sárkány. Mérgező a lehelete, és gyakran megöli azokat, akik túl közel merészkednek hozzá. A bestia egyébként képes beszennyezni a folyók vizét is, úgyhogy mérget hány bele. Hoztam nektek egy legendát ezzel kapcsolatosan. Egy Agata Mori nevű emberről szól, aki évekig kiméletlenül követte a Kawashima folyóba, és üldözte egy Mizuchit. Végül sikerült megölnie. Strófea gyanánt a sárkány temetét egy közeli tóba hurcolta, amit végül a sárkány vére vörössé változtatott. Ezt a helyet Agata Mori medencéjének hívják napjainkban is. Mizuchiról még annyit elmondható, hogy
a legendák terén, tehát hogy ő egy nagyon-nagyon ismert sárkány, Japán leghíresebb sárkányai között, akit érdekel egyébként, hogy kik ezek a sárkányok, azok keressék vissza a Facebook bejegyzésbe, mert nagyon érdekes, hogy még egy csomó info össze lett gyűjtve róla. És akkor jöjjön a következő, a Mai Kubi, avagy a levágott fejek. Őket is ismerjük a Csihiro Szellemországból című filmből. Ők Juama szolgálói. Róluk azt illik tudni, hogy ezek valójában szamuráj fejek, amik éjszaka jelennek meg a tenger felszínén. Ez tehát egy gyűjtőnév, amely a három levágott szamuráj fejét jelenti, akik körbe-körbe táncolnak a tenger hullámai felett, és megpróbálják megharapni egymást. Tüzet okálnak a szájukból, így különösen éjszaka láthatóak. És azt mondják, hogy a táncuk a nagy tomó alakú hullámokat hoz létre. A Mai Kubi Manazuru városának helyi folklórjából származik, Kanagawa prefektúrájából. Az itt élők szerint a Mai Kubi bal szerencsét hoz, miközben a tengeren táncolnak, és állítólag hajótörések és más tengeri katasztrófák következnek be, hogyha felbukkannak. A történet eredete 1940-es években kezdődött, amikor három gonosz szamuráj, Kostana, Matasuke és Akugoro részt vett Manazuru városának egy fesztiválján. Amikor nagyon részegek lettek, vitatkozni kezdtek. A veszekedésük annyira elharapódott, hogy kivonták karjukat és verekedni kezdtek. Erőszakos harcuk közepette sikerült levágniuk egymás fejét. A szamurájok levágott feje elgurult és a tengerbe zuhant. Azonban még a halál sem rendezte el a nézet eltérésüket, és ezért omjúvá változtak. A fejek aztán a víz felszínére úsztak, és egymást kezdték harapdálni, miközben a szájukon keresztül lángokat fújtak. A három harcos még mindig kísérti Manzaru városát a körülötte lévő tengeren. Éjszakánként lehet látni a tenger felszínén, ahogy táncolnak a fejek, miközben egymásra tüzet okádnak. Azt mondják, hogy amikor megjelenik ez a bizonyos Tomoe hullám, akkor a hajótörésről és egyéb katasztrófákból félnek az emberek, és ezért nem ismernek kimenni a halászok, hogy halásszanak. Na és akkor itt van. Különös egyszarvú Japánból, vagyis a Kirin. Őről annyit érdemes tudni, hogy Japánban ugye azt mondják, hogy a Kirin az egy két szarval rendelkező állat, tehát nem a tipikus egy szarvú, hanem valójában két szarvú. Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a japán kirin szó egyébként zsiráfot jelent, és erre is utal, hogy annak idején, amikor először megjelent a zsiráf, akkor nem igazán tudták a japánokat dekódolni. Milyen állat ez, milyen lény ez, és elkezdték ugye felruházni a saját mitológiájából ismert különös lény varázs erejével. Amit ugye leírnak erről a csodálatos jókáról, az annyi, hogy a patái olyan akár az ököl, a farka, mint az oroszláné, és hosszúra nyúló sörénye van, akár egy kacskaringós folyó. Testét és sörényét a ragyogó szent tűz borítja, az ábrázata pedig teljes nyugalmat áraszt. Hangja olyan akár a mennyei muzsika, lábnyomai pedig tökéletesen kör alakúak. A lény alapjáraton nagyon szelíd jószág, és soha nem eszi meg más lények húsát, tehát nem ragadozó, és nagyon ügyel arra, hogy soha ne tapossan rá semmilyen élőlényre, se a virágok hajtásaira, se rovarokra például. Amikor sétál, akkor ügyel rá, hogy nehogy egy fűszálat is letaposson. Szépségét csak a ritkasága múlja felül. A Kirin azt mondják, hogy a világ béke időszakában, a nemes és felvilágosult uralkodók uralkodása idején, a bölcs és jóindulatú emberek birtokában lévő országokban, vagy az aranykor hírnökeként jelennek meg. A Kirin soha nem árt a jó és a tiszta lelkeknek, de gyorsan és hevesen támad, ha fenyegetik őt,
és olyankor szent tüzet lehel ki a szájából. Ezt a lényt a Vadon hercegnője című Ghibli filmben láthattuk, amikor is a főhős találkozik vele az erdőbe, ezzel a szarvasszerű lénnyel. A másik, ugyanebből az animéből, a Kodama, vagyis a fák szellemei. Ők a fák őrzői, és Japánban úgy tartják, hogy nem csak a hegyeknek, a folyóknak, az erdőknek vannak védőszellemei, hanem bizonyos fáknak is. A Kodama az maga a fa lelke, melynek feladata a természet körforgásának fenntartása. Aki esetleg ismerős az angolszász kultúrában, akkor tudja, hogy ott általában a tündérek a felelősek, ezért ők felelnek azért, hogy a természet körforgása, például az, hogy az évszakok változásával a levelek lehújjanak, ez megtörténjen. A Kodamát egyébként ritkán látni, ám annál gyakrabban halljuk, főleg vízhangként. Amikor valóban megjelennek, halvány fémgömbökre hasonlítanak. A Kodama életereje közvetlenül az átalakott fához kötődik. Ha akár a fa, vagy a Kodama meghal, a másik is elpusztul, tehát teljes szimbiózisban élnek. A Kodamát az erdők védelmezőjeként is tisztelik a japánok. Ezek a szellemek életerővel áldják meg az erdőjük körül található földeket, és a falusiak, akik egy Kodama által lakott fát találnak, megtisztelik azzal, hogy ezzel az érdekes kötéllel körbeveszik, amit úgy hívunk, hogy Shimenawa. Előfordul, hogy a nagyon idős fák kivágásakor véreznek, és ez annak a jele, hogy egy Kodama él benne. Egy ilyen ősi fa kivágása súlyos bűnnek számít, és hatalmas károkat okozhat, átkot hozhat, egy jól működő közösség szétesését is eredményezheti. Úgyhogy tiszteljük és szeressük a fákat, mert sosem tudhatjuk, hogy éppen mi. Milyen szellemlény lakik benne. A legismertebb jókáj, ő is egy alakváltó kis cuki, nyest kutya. Ez valójában is egy élő lény Japánban. Hát hasonlít, félúton van a mosómedve és a kutya között, tehát ilyen nyeskutya jellegű kis ragadozó, és nagyon gyakran előfordul a japán folklórban. Azt írják róla, hogy erőteljes mágikus képességekkel rendelkezik, és alakváltásra is képes. Tehát ugye nem csak a cukiságok miatt szeretjük őt, hanem hozzájuk kapcsolódó öncutságok miatt is. A Pompoko nevű Ghibli filmben találkozhattunk velük, ezekkel a cuki kis lényekkel, akik hát ugye imádnak zenélni, táncolni, énekelni, élvezni az életet, meg hát munkázni és megtréfálni az embereket. Azt mondják róla, hogy a legfeltűnőbb tulajdonságuk a mágikus heréik. Ezek ilyen hatalmasra nőtt, ahogy látjátok a jobb oldali képen, és ezzel akár mondjuk repülni is tudnak. Most utána néztem, hogy például Kiotóban rengeteg kézműves él, és hogy hajdanán az Edo korszakban, amikor csinálták ezeket az erszényeket, akár pénznek, akár ugye az arany tárgyaknak, akkor bizony a tanuki heréjét használták föl ilyen kis zacskóknak, és abba tárolták. Azt mondják, hogy a tanukik gyakran beépítik heréjüket az állarcukba, és például boltossá tudnak változni, a heréjük pedig üzletté alakulnak. Aztán azt is mondják, hogy palánkszolgáknak kiegészít le egyik helyről, másik helyre szállítják például az áruikat, és egyéb formákat is fel tudnak venni. Egyébként a tanuki ugyanúgy az istenek hírnökei, ahogy például a kicsune, ugye mint tudjuk az Inari szentélyekben a róka, és egy területek őrzői szerepét is betöltötték. Azt mondják, hogy a tanuki ugye nem rossz indulatú lény, de nem is teljesen ártalmatlan. Az emberekhez hasonlóan mindeniknek egyedi az egyénisége. Még sok tanuki jókedvű ember és szereti az emberek társaságát, azért néhány helyi mese szörnyű tanukikról is mesél,
akik elrabolják az embereket, megeszik, és vagy egyszerűen csak ellopják a lelküket, hogy szolgálóivá tegyék. A legintelligensebb és legmágikusabb tanúkiról ismert, hogy emberi neveket és gyakorlatokat vettek föl, mint például a szerencsejáték, az ivás, az adminisztráció és vallási tevékenységek. Tehát nem mindig állapítható meg egy emberről, hogy neve valójában egy alakváltó tanúki, esetleg mondjuk egy buddhista pap, vagy az zöldséges néni. Vannak egyébként olyan tanúkik, akik egész életüket emberek között élik le, anélkül, hogy észrevennénk őket, és emberi formájukban a tanúki ugyanolyan romlandó és esendő, mint az általuk fölvett emberi forma, illetve karakter, akit megformálnak. Vannak, akik tolvajok, részegek, hazudok, csalók hírében állnak. Egyébként az alakváltó erejüket használják arra is, sok japán népmesében tapasztaltuk, hogy például különböző tárgyakká változnak, kövekké, fává, szobrokká, vagy akár közönséges háztartási cikkekké, mondjuk egy teáskannává, azért, hogy kijátsszák az embereket. De vannak olyanok, akik óriásokká és szörnyetegekké is tudnak változni, illetve hát egy-két rosszabb tulajdonsággal bíró tanúki bizony direkt azért élvezetből terrorizálja az embereket, hogy elriaszta őket a saját helyükről. És akkor itt van az utolsó jókájom, ez a kinyúló idej, ami talán a legkevésbé ismert. Ellenben ismeritek azt a Ghibli filmet, aminek az a címe, hogy Pónyó a tengerparti sziklán, vagyis a kis aranyhal. Tehát én utána jártam ennek is, hogy ez melyik jókáj lehet, és azt találtam, hogy ő egy olyan jókáj, amely az ember halál után manifesztálódik. A japánok szerint azok az emberek, akik gyilkosság áldozataivá válnak olyan módon, hogy egy halastóba fullasztják őket, a lelkük nem képes tovább lépni, ezért egy aranyhal testében élnek tovább. Ezek az aranyhalak külsőleg aztán átveszik az elhunyt személyek néhány vonását, ezért gyakran igen groteszk látványt keltenek az emberhal arcú élőlények. Ennek a jókájnak az eredete a 14. századig nyúlik egyébként vissza. Egy Szántó Kyoden nevű történetíró Baika Hoiretsu című művében jelenik meg először. A történet szerint egy Nagano prefektúrában élő szamuráj, Monohana nevű ágyasát féltékenységből meggyilkolta a szamuráj felesége és annak szeretője. A lányt egy halastóba folytották, és a lelke végül egy aranyhalra költözött, hogy még sokáig gazdája mellett élhessen ebben az alakban. Egyesek úgy tartják, hogy innen eredeztetettül a Japánban is őshonos rancsú, vagy más néven orosz pálfejű aranyhal fajtájának kialakulása. És akkor szeretném megkérdezni, van esetleg kérdés? Felmerült-e? Minden érthető volt? Jó. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet.